Bohumil Hrabal írta és ivókrobot rendezte a Móri Zsigmond Színház legújabb előadását, a túlzajos magányt. A cseh kultúráért és Hrabalért rajongó képzőművészekből és írókból álló társaság a Fekete Ökör nevű baráti kör tagjai évek óta járják Prágát, és a cseh íróval kapcsolatos alkotásokat készítenek. A több mint 20 művész gyűjteményes tárlatát eddig több városban is bemutatták. Amikor megtudtuk, hogy ez a bemutatónk lesz, a Ladócsi Lászlót, aki a Ladócsi Galéria tulajdonosa, és ennek a baráti társaságnak a tagja, megkértük, hogy hozzák el ide. Tehát minden egyes kép vagy Hrabal személyhez, vagy a Hrabal életművéhez valamilyen módon kapcsolódó alkotás. A kiállításon festményeket, újságcikkeket, fényképeket és olyan tárgyakat tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyek a cseh kultúrának darabjai. Hrabal nevelőapja sörgyári könyvelő volt, így nem véletlen, hogy helyet kaptak egy nagykocsiban üres sörös üvegek, hiszen a gyermek Bohumilt az iskolánál sokkal jobban érdekelte a sörgyár világa. Az emeleti galériában kiállított tárgyak olyan érzéseket közvetítenek, amelyek ráhangolhatják a nézőket a filozófiailag és formailag is bonyolult műbefogadására.